Ötnapos Thai box képzésen vehetnek részt a magyar katonák a Thai nagykövetség meghívására a budapesti Thai box akadémián. A kurzus célja, hogy fejlesszék a magyar katonák önvédelmi és koncentráló képességét, valamint az önbizalmukat is. Az oktatáson 20 kiképző katona vesz részt az ország különböző pontjairól, akik az itt megszerzett tudást majd továbbadják. A Thai box egyébként az egyik legősibb pusztakezes harcművészeti ág, a 13. században alakult ki az ázsiai harctereken. Alig egy héttel ezelőtt rendezték meg Budapesten a Thai Fesztivált, ahol a thai kultúrát népszerűsítették. A thai nagykövet hétfőn boxkesztyűt és védőfelszerelést adott át a magyar katonáknak. Az egyenruhások ugyanis ötnapos Muay Thai, azaz Thai box kurzuson vehetnek részt a thai nagykövetség meghívására. Nagyon fontos, hogy a katonák ne csak fegyverhasználatba legyenek képzettek, hanem közelharcban is jártasak legyenek. A Muay Thai stílusában próbáljuk meg nekik ezt a képzést megadni. A thaiföldi nagykövetséggel együtt próbálunk azért tenni, hogy a honvédségnek a katonái ezen a szakterületen is képzettebbek legyenek. Az oktatáson 20 kiképző katona vesz részt az ország különböző pontjairól, akik az itt megszerzett tudást továbbadják majd a többi katonának a közelharc kiképzés során. A Muay Thai ez egy olyan rendszer, ahol főleg a pusztakezes ütések és rúgások szerepelnek, és megtanítanak az éles küzdelemre, megtanítanak a kitartásra, a fájdalomtűrésre, megtanítanak arra, hogyha az ellenfél is betalál, akkor is tovább kell küzdeni, tovább kell menni. A thai nagykövet úgy fogalmazott, a kurzustól azt reméli, hogy fejleszteni fogja a magyar katonák önvédelmi és koncentráló képességét, az egészségüket, valamint az önbizalmukat is. Kiemelte, a sporthidat képez a két ország között. Fontosnak tartjuk, hogy közelebb hozzuk az embereket, egymás kultúráinak megértése és elfogadása érdekében, ezért támogatunk rendezvényeket, mind a sportdiplomácia, mind pedig a kultúra terén. A thai box a 13. századtól a harctéri küzdelem egy formája és az önvédelem eszköze. Noha az évszázadok során mindvégig fontos része maradt a thai kultúrának, a pusztakezes harcművészettel csak az első világháború idején ismerkedhettek meg az európai katonák, amikor is egy több mint 1000 fős thai katonai erő állomásozott Franciaországban a Sziámi expedíciós hadtestből.